február 10-e és 12-e között 11. alkalommal rendezik meg a Kultúrházak éjjel-nappal országos rendezvénysorozatot, amely a művelődési intézményeink legnagyobb érdeklődésre számot tartó programja. Az idei évben a mindennapi hagyományaink szlogennel készülnek a kulturális intézmények, a legkisebbektől a legnagyobbakig, és egész hétvégén át éjszakába nyúlóan várják majd a látogatókat, hogy megmutassák, a közösségek összefogása értéket teremt. Hetek óta folyamatosan jelentkeznek a művelődési intézmények az idei Kultúrházak éjjel-nappal programjára. Országszerte és a határon túl több száz intézmény készül, mintegy 2000 rendezvénnyel. Szinte minden településen található egy közösségi szintér, művelődési ház, kultúr, népművészeti játszóház, alkotóház. Ezek vannak a legközelebb az emberekhez, ezeket a legkönnyebb elérni. Tehát én azt gondolom, hogy abban, hogy teljesüljön az alkotmány adta lehetőség az embereknek, hogy művelődéshez jussanak, ezek az intézmények segítik hozzá őket leginkább. A rendezvénysorozat védnöke és arca ebben az évben Novák Péter, akinek sok kellemes emléke kötődik művelődési intézményekhez. A zenész, színész, rendező azt vallja, a kultúra akkor él, ha minél többen keresik a lehetőséget a művelődésre. Nekünk lakosoknak kell benyújtani azt az igényünket, hogy művelődni akarunk, akármilyen viccesen is hangzik, hogy igényünk van ezekre a programokra. Ezek az épületek, ezek a házak, legyen az egy faluház, legyen az egy ilyen csodálatos hely, ahol éppen vagyunk, legyen az egy majdnem színház méretű beruházás is, ezeknek a helyeknek kell biztosítani azt a területet, azt meg akkor fogják biztosítani, hogyha mi ott fogunk toporogni az ajtajában nap mint nap, és azt fogjuk mondani, hogy igen, itt jól érezzük magunkat. A Kultúrházak éjjel-nappal rendezvénysorozatot 2014 óta az Emberi Erőforrások Minisztériuma is támogatja. A kultúráért felelős államtitkár szerint az idei tematika a mindennapi hagyományaink, a közös értékeink legjavát mutatja majd be. Minden közösségnek nagyon fontos értéke az, hogy milyen hagyományi rendet ápol. Ez érvényes a családra, érvényes a települési közösségre és a nemzet egészére is. Úgyhogy nagyon örülök annak, hogy a Kultúrázók éjjel-nappal idei programsorozata pont ezt a mindennapi hagyományt ragadja meg, és valóban körül tudjuk járni fővárosban, nagy megyeivárosban vagy kis településen is, hogy mitől tekintjük a saját identitásunkat fontosnak, mitől vagyunk magyarok a 21. században, mitől vagyunk nemzetiségiek, és ez a hagyományokban gyökerező identitás valójában. A hazai és határon túli intézmények programjaikat február 5-éig tölthetik fel a www.kulturhazak.hu honlapra. Az érdeklődők is itt kereshetnek rá települések szerint a rendezvényekre.